Itt van velünk Gégény István, a Szemlélek magazin lapigazgatója. Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok! Üdvözlöm a rádióhallgatókat! Pápa látogatás. Mondhatjuk azt, hogy Magyarországon? Mert hát fizikailag persze, ha eljön a pápa az eukarisztikus világkongresszusra, akkor Magyarországra jön, de hát mennyire magyar esemény, vagy mennyire a világ katolikusainak eseménye lesz ez? Szerintem nagyon jó ez az alapkérdés és az alapfelvetés, mert nem egy klasszikus pápa látogatásról van szó. Ugye Magyarországon korábban kétszer járt katolikus egyházfő, mind a kétszer ugye második János Pál, és ez mind a kettő pápa látogatás volt, amikor kifejezetten az volt az eseménynek a központi mozzanata, hogy a katolikus egyházfő az ellátogatott különböző helyszínekre, találkozott különböző személyekkel és csoportokkal, és ünnepelt a helyi nem csak katolikusokkal, a katolikus hitet és a katolikus közösségnek az örömét. Most teljesen másról van szó, most szerveződik egy esemény, talán már a rádióhallgatók is jól értesültek róla, ez a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, és ennek lesz egy záró eseménye, egy szentmise, hősök terén az a Stáció Orbis nevezetű esemény, és erre érkezne a pápa. Tehát nem klasszikus pápa látogatás, az, ami gyakorlatilag készülődik, hanem egy esemény készülődik, és ennek egyetlen programjára érkezne a pápa. Most nyilván, hogyha a pápának, a katolikus egyháznak, a vatikáni szervezetnek olyan fontos lenne a Magyarországgal való diplomáciai kapcsolat, akkor ezt ki lehetne használni, vagy kihasználhatják arra, hogy erősítsék a kapcsolatokat, hogy magas szintű tárgyalások, nem tudom, ami szokott lenni. Hát ha már egyszer úgyis itt van, akkor miért ne? Én nem gondolom azt, hogy egy pápa látogatás az alkalmas lenne magas szintű tárgyalások folytatására. Egyébként azt azért oszlassuk el a kétséget, hogy nem hajlandó mondjuk, mert ilyeneket olvasok a médiumokban, különböző médiumokban, hogy Orbán Viktorral találkozni, Ferenc pápa többször is találkozott vele, csak nem Magyarországon, de hogy a diplomáciai kapcsolatoknak különböző lehetőségei vannak, van Magyarországon apostoli nuncius, ő rendszeresen részt vesz akár állami programokon is, és Vatikánban is jártak az elmúlt időszakban is magyar politikusok, tehát nem a diplomácia szempontjából, hanem egy pápalátogatás szerintem sokkal inkább a hitélet a katolikus szempontból, és társadalmi szempontból pedig egyfajta lelki megerősítés, és mondjuk így a társadalmi immunrendszerének az erősítése lehet egy mindenkori pápalátogatás, ezt láthattuk akár dél-amerikai esetekben, de a legutóbb ugye Irakban járt a pápa, tehát mindig egy pápalátogatás az túlmutat a katolikus egyházon, de nem szerintem, az én meggyőződésem szerint nem diplomáciai, hanem lelki indoka van, és ilyen szempontból egyébként én üdvözölnék egy pápa látogatást, mert azt érzékelem, és talán a rádióhallgatók is hasonlóan vannak vele, hogy Magyarországra nagyon ráférne, főleg a pandémia után is, meg ilyen választások előtti egyre feszültebb egymásnak üzengetésben, hogy jöjjön valaki, aki egy kicsit lecsendesíti ezt a vihart, és itt van köztünk, együtt van velünk. Tehát elvonatkoztatva a konkrét esettől, nem diplomácia, hanem lelki okból egy pápa látogatás, ha szerveződne, az szerintem jót tenne Magyarországnak. Ugye nyilván a politikai pikantériája miatt az elmúlt napokban több szó esett arról, hogy a pápa találkozik-e a magyar állam vezetőivel, de hiszen ezt látjuk, hogy az eukarisztikus világkongresszus a kormányzati propagandának a részévé vált, vagy talán a kezdeményezésében is valamiféle ilyen propaganda szempontok, kormányzati propaganda szempontok működtek közre. Hát én is így tapasztalom, sőt ez gyakorlatilag az elmúlt napoknak a média megjelenései alapján lassan evidenciává érik, hogy minthogyha bizonyos politikai erők, azok mind az eseményt, mind pedig az eseménynek például ezt a kísérő jelenségét, hogy jön a pápa, nem jön a pápa, hány órára, hány nap jön a pápa, ezt egy politikai térbe próbálnák erőszakolni. És ez azért elszomorító katolikusként mindenféleképpen, mert ennek az eseménynek a középpontjában nem politikusok, és bocsánat, még csak nem is a pápa áll, ennek az eseménynek a középpontjában az eukarisztikus szóban benne van az oltári szentség, a velünk való Jézus Krisztussal való találkozás áll, és minden egyes programpontnak, eseménynek, mozzanatnak, akár előhírnek már ilyen, mondjuk így médiakampánynak ezt kéne szolgálni. És ezért nagyon, nagyon szomorú szívvel élem meg azt, hogy
hogy nem erről szól az eseménynek a beharangozása, hanem ilyen alantas, tényleg nem tudok jobb szót használni erre, tegnapi napon is olvasgattam különböző médiumokat, és egészen aljas, gyalázatos szavakkal beszélnek úgy a katolikus egyházfőről bizonyos megmondó emberek, propagandisták, hogy igazából nincsenek is tisztában a tényekkel. Tehát azt azért szögezzük le, hogy én legalábbis hiteles forrásból nem olvastam olyat, hogy Ferenc pápa kijelentette volna, hogy politikai okokból Dafke csak azért se akar találkozni Orbán Viktorral és Áder Jánossal. Márpedig ugye egy ilyen feltételezett szándék reagálva zúdul most ösztűz Ferenc pápára, és szeretném én itt a kedves kollégák, újságírók és a médiában megnyilatkozók, vagy egyáltalán nyilvánosság terepén bárki megnyilatkozónak az önmoderációját kérni, mert hogy mi értelme és mi haszna van az ilyen a csarkodásnak, azt nem tudom, de hogy rombolni nagyon jól lehet vele, uszítani, gyűlöletet kelteni, az biztos, és nem tudom, hogy ez kinek áll szándékában. Igen, kinek áll szándékában. Szóval nem tudom, hogy más országokban az eukarisztikus kongresszusoknak milyen a konnotációja, de hát nyilván Magyarországon van egy ilyen próbálkozás, hogy a 38-as Horthy korszak belit idézzék valahogy vissza, és egy ilyen Horthy korszak restaurációban, ami időnként megjelenik az Orbán rendszerben, legyen egy eleme ez is, és hát ennek a szakrális része, mint hogyha elsikkadna a kormányzati propagandában. Hát én nem vagyok hivatott a kormányzati propaganda oldaláról megközelíteni ezt az eseményt. Az szerintem üdvözlendő, hogyha a mindenkori kormányzat, állam az annyira fontosnak tart egy ilyen világeseményt, mert ugye itt azért ez egy nemzetközi és szerintem egy óriási szellemi és lelki felhozatalnak lehetnek majd tanulni, akik részt vesznek ezen az eseményen. Szóval, hogyha ezt támogatja a kormányzat, csak az a rossz, hogyha cserébe benyújtja a számlát, vagy félig meddig úgy kezel, mintha az ő saját rendezvénye lenne, ahol ő saját felhangokat tesz hozzá, és sajnos most ezt tapasztaljuk, de a kérdése elején megfogalmazott egy ilyen félig meddig felhozott kérdés. A legutóbbi ilyen nemzetközi eukarisztikus kongresszus nyilván nehéz összehasonlítani, Fülöp-szigeteken volt, a Cebuban, és hát ott fantasztikus népünnepély volt, és itt nem tértek be a templomokba az emberek, az utcán ünnepeltek, és kitágultak a terek, és azról, amiről most a beszélgetésünk kezdetén utaltam, tehát hogy egyszerűen fölpezsdítette, és igazán vitálissá tette az adott országnak az életét. Ugye ott is van egyébként egy kormányzati konfliktus, mert ugye a Fülöp-szigeteknek a vezetője az eléggé drákóni eszközökkel próbálja a saját hatalmát érvényre juttatni, és ott konfliktus is generálódik folyamatosan a helyi egyházi vezetéssel. Tehát ilyen szempontból bizonyos értelemben akár húzható lenne párhuzam, de ha már szabad egyfajta ilyen kritikát vagy önkritikát megfogalmazni, számomra az elszomorító, hogy persze a kormány, a kormánypropaganda, a bizonyos körök és ideológiák képviselői teszik úgymond a saját dolgukat, de én azt gondolom, hogy itt volna tennivalója a honi katolikus egyházi kommunikációnak is, és amit én elmondtam az előbb, hogy békére hívja és önmérsékletre szólítsa föl azokat, akik most nem is tudom, liberálistól, kommunista baráton át, tegnap este már keresztény ellenes lett a pápa, szóval ez szólnia kéne valakinek, hogy most uraim, hölgyeim, átléptünk egy határt, és innen azért lépjünk vissza. És sajnos én ezt nem hallom, ez is elszomorít. Ez egy fontos dolog, amit ön mond, de nyilván ez is leegyszerűsítés, de hogy a magyar katolikus klérus, vagy a hierarchia vezetői kivel tartanak inkább, az orbáni politikával, vagy a pápával, a katolikus egyház folyével, bizonyos kardinális kérdésekben, amelyek láthatóan most megosztják a világot. És ennek az egyike Magyarországon jól láthatóan a menekült politika, de hát még egy csomó minden van, a társadalmi viszonyok, az újraelosztás, az alsóbb, erről beszéltünk az előző beszélgetésünkben, alsóbb osztályokban lévők segítésén át, egy csomó ilyen érzékeny kérdés van, szóval, hogy a pápa inkább Budapestre, a magyar katolikus egyházvezető inkább Budapestre, vagy inkább Rómába figyelnek. Én
ismerem ezt a beállítást és gondolkodásmódot, de azért ezt is egy leegyszerűsítésnek gondolom, egy kicsit fekete-fehérnek, hogy van egy Ferencpápai vonal, meg mondjuk van egy Orbán Viktori vonal, és ezek élesen szembe mennének egymással. Szerintem a két gondolkodásmódnak az alapja az nagyon hasonló. A kimenete az sokszor élesen eltér egymástól, de maradjunk annyiban, hogy egy politikai vezetőről beszélünk, és egy egyházi vezetőről beszélünk. Ez nem olyan, mint amikor a kék sarok meg a piros sarok. Ferenc pápának az a küldetése, a küldetésének egyik eleme az, hogy inspirálja, bátorítsa az országoknak a vezetőit is, ugye nagyon sok írásában találkozunk politikusok egy új politika meghirdetésére, ami mondjuk talán furcsa lehet egy egyházfőtől, de hogy ő mégis próbálja inspirálni őket. Viszont biztos, hogy nem ülne le arról vitázni, nem azért, mert hogy méltatlannak érezni, hanem mert nem ez a dolga, hogy akkor most építsünk kerítést, ne építsünk kerítést, nyilván ki lehet ragadni szavakat az ő beszédeiből erre vonatkozóan. Szóval az a baj, hogy a médiumoknak egy része próbálja hát hogy is mondjam, hergelni, talán nincs jobb szó, ezt az egész történetet, hogy most akkor Orbán Viktor kontra Ferenc pápa, és már olyanokat olvasok, hogy jobban védi a keresztény Európát az Orbán Viktor, mint a Ferenc pápa. Ezek nem gondolom, hogy konstruktív gondolatok lennének. Én azt gondolom, hogy van, létezik kapcsolat Magyarország vezetése és a Vatikán és Ferenc pápa között. Kár és sajnálatos, hogy egy... ahhoz képest, hogy ajándéknak élhetnénk meg azt, hogy legalább ide jön egy szentmisére a pápa, holott nem szokott részt venni, ez nem precedens nélkül, de nem szokványos az, hogy egy pápa jelen van egy nemzetközi eukaritikus kongresszuson. Én azt gondolom, hogy sokkal jobban ki kéne emelni ennek az ajándék jellegét, hogy ellátogat hozzánk. És most akkor úgy vagyunk, mint amikor benyújtja valaki a kis ujját, és akkor már könyökéig próbáljuk harapni, hogy de miért nem jön két napra, miért nem találkozik ezzel. Én nem olvasom azt, hogy bárki verné itt a tamtamot, hogy de miért nem akar találkozni Karácsony Gergellyel. Márpedig Karácsony Gergely Budapest főpolgármester, és márpedig Budapest jön a pápa. Ugyanilyen alapon bizonyos körök tiltakozhatnának és gyalázhatnák a pápát, hogy biztos politikai okokból nem akar találkozni Karácsony Gergellyel. Igen, csak van egy nagy különbség, hogy Karácsony Gergely nem próbálja a politikáját egy katolicizmussal igazolni, még mondjuk a kormánypolitika, jó, van ez az ős magyar turulkodás keresztény ellenes vonal is, de közben meg ott van ez a politikai katolicizmussal való igazolása is. Karácsony Gergely ezzel nem próbálkozik, tehát az egy egészen más kérdés, hogy ő találkozik-e vagy sem a pápával. És szerintem itt van a fordulópontja az egész történetnek, szomorú játéknak, talán nevezhetjük ezt némi maliciának, tragikomédiának is, ami most itt ilyen a Ferenc pápa jön, nem jön, kivel találkozik, nem találkozik, nevű sokfelvonásos történetnek, hogy kicsit olyan ez az egész, nem is tudom, a pápa kereszténységének a méricskélése bizonyos médiumok megközelítésében, mint a Fudán ügy, hogy egyfajta lakmusztár a néző elé, mondjuk főleg az elfogulatlan szemlélő elé, hogy mennyire keresztény az a kormány, mondjuk a Fudan esetében, amelyik a jelentős népakarat ellenére tűzönvízen próbál egy nem a keresztény barátságáról híres népnek a ideológiailag is megalapozott képzőhelyét itt a nagy magyar pénzből idehozni. Ugye erre éppen pont Karácsony Gergely is rámutatott a Kossuth téri beszédében, és most itt van egy másik ügy, én ezt a párhuzamot merem felvonni, hogy elvileg örülnünk kéne, hogy jön a pápa, de mi vagyunk a nagy keresztény állam, és mi majd megmondjuk a pápának, és ezzel támadjuk a pápát, sőt, számon kérjük a pápát, hogy ő miért nem ezt meg azt csinálja. Na most, ha valaki komolyan venni a kereszténységét, különösen mondjuk a katolikusságát, vannak ilyen személyek is a kormányzatban, különösen a megszólalók között, akik sértve érzik a katolikusságukban azt, hogy miért nem jön a pápa, vagy miért nem így meg úgy jön a pápa, hogy ez milyen alapokon áll, mennyire épül sziklára ez a kereszténység, és szerintem ez egy tükör, amiben ha belenézünk, akkor szerintem nagyon világosan látszik a válasz, ezt nem is kell nekem kimondanom. Jó, azt a kérdés szerintem a katolikus egyház magyarországi vezetőinek is el kell dönteni, hogy mi a fontosabb. Azért látszik, hogy a pénz a szépen csordogál. Tehát iskolák, lehetőségek, támogatások, nem tudom én mik,
elég jó pénzek esnek be, és az ember él a gyanúpár el, hogy cserébe kimondva vagy kimondatlanul némi politikai támogatás van itten elvárva. Hát ugye néhány évvel ezelőtt még ebben is óvatosabban lett volna érdemes reagálni, de mostanra azért igen, evidenciává érett, hogy gyakorlatilag van egy kórus, ez mondjuk a keresztény Magyarországnak a kórusa, és ebből nem illik kiénekelni. Berr Miklós saját maga nyilatkozta, hogy ő közismerten nem állt bele ebbe a kórusba, vagy mondjuk időnként megfogalmazta a saját különálló véleményét, és egyszer csak meglátogatták, és 24.hu, vagy hol olvastam, hogy nyilatkozta, hogy megkérték, hogy fogja be a száját. Már kik kérték és meg, vagy hogy? Bár bocs, de hogy én erről lemaradtam. Hogy... Kik? Tehát, hogy... Szerintem ezt így a keresőprogramban beírja valaki. A 2018-as választások előtt volt ez, hogy... De nem fogta be a száját, igaz, hogy ma már nem ő a püspök, de hát ez a kora miatt van, tehát nyugdíjas püspök. Akkor 3-4 hónapig ő valóban nem adott interjút. De ez tényleg ott van a interneten, bárki megkereseti, hogy megkérték, hogy maradjak csöndbe, vagy fogjam be a számot. Azt hiszem így fogalmaz, hogy fogjam be a számot, őt szeretném azért pontosan idézni. De, a választások, bocsánat, csak itt közel megtaláltam, hogy a választások előtt rászóltak Berr Miklós püspökre, hogy fogja be a száját. Nézem, 2019-ben jelent meg a... Igen, de mondok egy másik példát, amikor Kövér László arról beszélt egy Balaton környéki helyszínen, egy rendezvényen, hogy hát a papoknak, lelkészeknek arról kell meggyőzniük a híveiket, hogy a megfelelő helyre tegyék az X-et, mert hát ugye mi támogatjuk a kereszténységet. És ezek már olyan üzenetek, amik messze túlmutatnak a támogatáson, és sokkal inkább egy ilyen do ut des, mondta ezt annak idején ugye latinul van, hogy adok, hogy adj, én adok neked pénzt. Egyébként ugye nem a kormány a saját zsebéből adja, hanem a adófizetői pénzekről, meg az Európai Uniós pénzekről van szó, csak ezeket ő oda allokálja, felújítja a templomokat, hozzájárul a lelkészek, papok honorálásához, különböző rendezvényeket finanszíroz, most akkor itt visszatérve egy kicsit erre az Eukarisztikus Kongresszusra, cserébe viszont tessék tudni a dolgotokat, nem kiénekelni a kórusból, és ez megint csak hát katolikusként, keresztényként az jut az embernek az eszébe, hogy akkor volt igazán hiteles a kereszténység, amikor felvállalta a konfrontációt a mindenkori földi érdekeket szolgáló államhatalommal, és onnantól 313-tól a Milánó Ediktumtól, a konstantinuszi fordulattól, most nem akarok történelembe nagyon ennyire belemenni, de azóta felismerte a mindenkori politika, hogy ez egy jelentős csoport, velük lehet politikai érdekeket is közösen előre helyezni, és jöttek a mindenféle kompromisszumok, néha a pápa nevezte ki a császárt, néha a császár mondta meg, hogy ki legyen a pápa, és ez nem tesz jót a kereszténységnek. Szóval én sok intőjelet látok az ön által felvetett témában Magyarországon, amiben érdemes lenne átgondolni az egyházi vezetésnek, hogy mi éri meg, avagy meddig vagyunk hitelesek az evangélium hirdetésében. És azt gondolom, hogy itt a különböző botrányok is, amik egy része olvasható, nem csak Magyarországról, sőt elsősorban nem Magyarországra vonatkozóan a médiumokban, ugyanerről szólnak, hogy őszintén föl kéne vállalnunk nekünk a katolikusoknak, mondom így, az esendőségünket, a gyengeségeinket, és sokkal szerethetőbb lenne egy olyan egyház, és szerintem Ferenc pápának ez a titka, mondjuk az ő népszerűségének, világszintű népszerűségének, hogy nem akar másnak látszani, mint ami. Nem akarja szebbnek mutatni az egyházat, mint amilyen. És azt gondolom, hogy ez tud vonzó lenni. Erről hiszik el az emberek, hogy nem bort iszik és vizet prédikál. Szóval nagyon messzi kerültünk az eredeti kérdéstől. Nem, most vagyunk ott az eredeti kérdésnél. Üzenetet hordoz számunkra, magyarok számára is ez a mostani eset. Hát igen, és szerintem a pápa, aki mégiscsak Latin-Amerikában töltötte papi pályafutása, vagy papi szolgálata legnagyobb részét, a felszabadulás teóriáját látta, a társadalmi különbségeket látta, hogy a politika milyen durván próbál beavatkozni az érdekviszonyokba. Szerintem egy argentin diktatúra után egy magyar politikus az neki kis pályás feladat megoldani. Szóval nem úgy gyakorlat, hogy ilyen világi kifejezést használja.
Én azt gondolom, hogy a pápa nagyon helyesen teszi, hogy nem is áll bele egy ilyen üzengetés diplomáciába, mert se nem feladata, és talán méltatlan lenne ez ahhoz a feladathoz, ahhoz a kereszthez, amit ő visz, és ami kereszt néha ilyesmivel is jár, hogy pápábnál pápább emberek üzengetnek neki a médiumon keresztül, ugye, ha jól tudom, Bencsik András kifejezetten küldetésének érette, hogy felhívja a pápa figyelmét valamire. Tehát, hogy ezek már nagyon infantilis és elszomorító jelenségek, és tényleg én azt hiányolom, mert látjuk ezt, elszomorodunk, de hogy ki fog felszólalni, és jó, én most el tudom ezt mondani önnek, mert tudok cikket írni róla a Szemléleken, de azt gondolom, hogy ha sokan mondanánk ki, hogy állj, és ez már túlment minden határon, és erre buzdítom egyébként a rádióhallgatókat, hogy azon túl, hogy nézzük, átéljük, sajnos én is olyan vagyok, hogy fogyasztjuk, beérénk mennek ezek az üzenetek, hogy mondjuk ki, hogy nem. Tehát, hogy ez egy olyan, bocsánat, képpel élve, amit látok magam előtt, és amit a magyar, nem is a politika, mert hogy a politika mit művel, annak egy részére nem is tudunk, de hogy ami magyar közbeszédben, közgondolkodásban most éppen felszínre került, az amit egy ilyen negatív selejtező, hogy nem az az érték, vagy nem az nyer, aki nagyobb értéket tud teremteni, hanem aki nagyobb butaságot és selejtet tud kitenni a közös asztalra. Igen, de hát látjuk, hogy a pápaság sok nagyobb vihart is túlélt már ügyesen. Köszönöm szépen Gégény Istvánnak, a Szemlélek magazin lapigazgatójának, hogy elmondta, viszonthallásra. Viszonthallásra.